Vonósokkal Vivaldi-tól Vuckig. 100 húron pendültek az ovisok az Adiban. Folytatódott a gyerekek vidám barangolása a hangszerek világában. Jó ideje népszerű a MÁV Szimfonikusok bérletes ifjúsági ismeretterjesztő hangversenysorozata az Ady Endre Művelődési Házban. A zene délelőtt, zene délután eseménysorozatban klasszikus és könnyedebb zeneműveken keresztül mutatnak be hangszercsoportokat Székely Edit fuvola művész, zenepedagógus vezetésével óvodás és iskoláskorú gyerekeknek. Sok húron pendülünk, ez volt a címe az első előadásnak, vagyis a vonós hangszereket ismerhették meg ezúttal az ovisok, november 8-án. Például Vivaldi ősz című hegedűjátékán keresztül mutatták be a gyerekeknek a klasszikus versenymű formáját és a vonós hangszerjáték legfontosabb elemeit. Sőt, még Mazsola is segített a lurkóknak, elhangzott ugyanis a bábfilm zenéje, majd felcsendültek a Vuk, a Mézga család és a Ho-ho-ho horgász dallamai is, úgyhogy a gyerekek ismerős muzsikákon keresztül kaptak kedvet a vonósokhoz, a zenéléshez vagy a zenehallgatáshoz. A sorozat majd januárban a fafúvósokkal, februárban a részfúvósokkal és márciusban az ütőhangszeresekkel folytatódik.